Üdvözlet, Mike Pastor vagyok. Néha hallhatjátok. Remikor az üdvösségről vagy megmenekülésről beszélek egy prédikációval, tanítás alatt. Némelyek szóval nem tudják, hogy ez mit jelent. Meg szeretném veletek osztani a Bibliából, hogy mit is jelent megmenekülni. A Biblia azt mondja a Rómaiak 3:23-ban, mert mindjárt vétkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül. Nem azért vagyok itt, mint pásztor vagy a gyülekezet egyik tagja, mintha jobb volnék bárkinél is, azért vagyok itt, mert bűnös vagyok. Olyan dolgokat tettem, amelyekkel áthágtam az Istennek törvényeit. És meg kell bánnom ezeket. A Biblia azt mondja a Rómaiak 6:23-ban, mert a bűn zsoldja halál, mindnyájunkra annak okája mindez, mivel bűnösségünkkel átágtuk Istennek törvényét. Némelyek azt mondják, persze, egyszer mind meghalunk. De ez még nem feltétlenül jelenti a pokol. A Biblia azt is mondja, pokolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. A Biblia és mi is tanítunk egy szószoros értelmét tekintve pokolnak nevezett helyről. Hiszünk egy létező helyben, ahol öröm, ékesség és örök élet van. És a hely a mennyben van, amit Isten azoknak ad, akik megmenekültek. Viszont hiszünk egy örökös pokolban, ahol örökké tartó gyötrelem van, mely az Isten üdvösségét a utasítóknak van fenntartva. Tudjuk hát, hogy vétkeztünk, és azt, hogy ebbőnek zsúlja alá. De a Biblia ugyanazon versben mondja, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Úrunk Krisztus Jézusban. János 3:16 azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki ideértve engem és téged is, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Megmenekülni annyit tesz, mint újjászületni. És megmenekülni az Isten ítéletének büntetésétől, melyet megérdemlünk bűnösségünk okán. Ezért mondja a Biblia az 1 János 1:9-ben, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Nem tudom, te hogy vagy vele, de a legjobb dolog, ami Mike Hoggarddal történt, az az a tény, hogy megvallottam bűneimet Istennek. És az Isten megbocsátotta, hogy most is megbocsátja minden egyes bűnömet. A Rómaiak 10 így mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartató. Megmenekülni ennyit jelent, hogy Isten sarokba szorít téged, a bűneidnek az életedre gyakorolt hatása jókán. A Szent Szellem lelkedre nehezedik épp most, és érzel a nagyságos Istennek bűntudatát magadon. Isten ezzel azt akarja elérni, amit a szüleink szoktak csinálni velünk, azt szeretné, hogy megbánjad bűneidet, azt, hogy megvalljuk bűneinket Istennek, és megbánjuk azokat. Ami azt jelenti, hogy többé már nem akarjuk, hogy azok életünk részét képezzék. És egyszerűen kérjük az Istent, Istenem, fedd át az életem felett az irányítást, és légy az én Uram. És add meg nekem a Szent Szellemednek ígéretét belém, hogy tudjam, mikor meghalok, én már a mennybe jutok. Szeretném, ha megértenéd, hogy Isten üdvösséget ajánl fel neked a mai napon. Amennyiben te elfogadod az ő ingyenes kegyelmi ajándékát, bízz az Úrban, bánd meg bűneidet, hisz a Biblia mondja, minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Akkor a videóinkat nézve, vagy ha valamikor Isten épp foglalkozik veled, csak hajtsd meg fejed és hívd segítségül az Úr nevét, és kérd, hogy bocsásson meg, és kérd, hogy mentsen meg téged. Isten megígérte az ő igében, melyet nem szeged meg sosem, hogy megbocsát neked, és megment téged, és hogy a menny lehet a te örökös otthonod. Remélem és imádkozom érte, hogy valamelyik napon láthatlak téged a mennyben, és te is láthatsz ott majd engem. Isten áldjon, viszlát!